Egy hónapra jöttem el a nagybátyámhoz, és itt teljesen véletlen helyzet, hogy én most éppen itt vagyok Torontóban, és itt a Café Millben egy ilyen eseményen, ezzel az 50. évfordulós eseményen. Azért is szeretnék itt bemutatkozni, mert én képeket készítek, tűzománc képeket. Ezek a zománc képek, ez egy különleges eljárással készült képek, amik kemencében vannak kiégetve, és többszöri alkalommal vannak égetve 860 fokon, és egy nagyon különleges eljárással készült dolog ez, ami igen időigényes és nagyon látványos dolog. Hogy készül egy ilyen tűzománc? Egy ilyen tűzománc kép rézlemezre készül. Ennek a rézlemeznek a mérete attól függ, hogy én milyen kemencét használok, ez lehet kisebb kép és lehet nagyobb kép is, és ennek a technikának és az eljárása ennek a képeknek igen időigényes, mert a rézlemeznek nagyon tisztának kell lennie, és egy speciális festéket használok hozzá, amit úgy hívnak, hogy iszapzománc. Ez az iszapzománc egy olyan fényességet ad a kemence kiégetése után, ami egy ilyen porcelánszerű lesz, és minden egyes égetés során más és más eredményt kapunk. Az elsődleges eljárás az, amikor egy alapot készítünk el, a lemezt előkészítjük, és utána pedig az iszapzománcot rátesszük a képre, és utána ebbe fogunk bele karcolni tűvel. Ennek az eljárásnak ezért érdekes a technikája, mert tűvel dolgozunk, és a karcolás ugye így történik meg, és utána ezt kiégetjük 860 fokon. Ennek az eljárásnak végül is másfél perc igényes eljárás ez, mert addig ki is tud ez a kép égni, és utána pedig következik a színezése. Ezért kell a többszöri égetés, hogy minél erősebb és erősebb színeket kapjak. Én nagyon sokat szoktam, sok képet szoktam készíteni, és hát kiállításokat is szoktak nekem rendezni. Szerencsére Debrecenbe, az én városomba. Az egyetemen volt legutóbb szeptemberben kiállításom. És ezek a képek mit ábrázolnak? Ez érdekes volt, mert egy olyan sorozatot készítettem most el, és Színház az élet címet adtam neki, ami tulajdonképpen egy történetnek maga a kép egy történet. 24 képből álló sorozat, és mindegyik egy-egy momentum, egy-egy története. Feldolgozás egy szituációnak, egy élethelyzetnek, itt kimondottan a Színház az élet volt. Egy bábúnak az elhelyezése és ennek utána a lépései, a saktáblán való elhelyezkedése, a függöny mögötti és függöny előtti világ megjelenítése a képekben. A bábok először még bábok, de utána már arcuk is lesz ezeknek a báboknak, és aztán ezeknek az élete indul el, először a nőnek, és utána pedig bejön a képbe a férfi is, és akkor ezeknek a sorozata indult aztán. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezzel foglalkozzon? Jó, ez egy érdekes dolog. Én 91-ben végeztem a tanítóképző főiskolán, és utána pedig elvégeztem a rajszakot még Egerbe. És utána pedig én elkezdtem a zománccal foglalkozni, előtte persze festettem és pasztelltechnikával foglalkoztam, de utána ez nagyon megfogott engem, ez a technika a különlegességével. Ez a zománc technika azért is érdekes, mert megtanít bennünket arra, hogy nem mindig úgy vannak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Az olaj az másik helyzet, mert azt lehet korrigálni, ezt már nem. Tehát, hogyha én ezt beteszem a kemencébe, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz, az nem biztos, hogy úgy lesz. És bizony meg kell azzal barátkoznom, amit a kemencéből kiveszek. Maga a technológia drága technológia? Sajnos igen, mert a rézlemeznek, az alapnak végülis a beszerzése, akkor ez a speciális festéknek a beszerzése, és utána pedig a kemencének végül is, ugye hát azért azt rendbe kell tartani, és az azért energia. És emiatt igen, kicsit drága a technika. Hol lehet ezekhez hozzájutni? Ezekhez végül is én kiállítani szoktam a képeimet, és van nekem egy weblapom is, ahol én szerepelek, és ahol ezt be tudom mutatni, ezeket a munkákat. És galériákba szoktam elhelyezni a képeimet, és akkor ott szokott lenni, és így ismernek meg.